Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon! Ma összeszedtem olyan termékeket, amik nélkül nem tudok élni, és ahogy a címből is láthattátok, olyan termékeket választottam a mai videó főszereplőinek, amik szerves részét képezik a napjainknak, és amik nélkül szó szerint nem tudnék létezni, és nagyon szeretem őket, és mindig újra veszem, vagy tényleg nagyon közel állnak a szívemhez, és semmilyen pénzért nem válnék meg tőlük. Nagyon vegyesen lesznek itt sminkek, szépségápolás, parfüm, meg szinte mindenféle fajta termék. Kezdeném is talán a legalapvetőbb dologgal. Szinte szerintem biztosak lehettek abban, hogy mit fogok felmutatni. Ezek a parfümök. És ebből is kettőt hoztam, ugyanis képzeljétek el, amennyire én parfümmániás voltam évekkel ezelőtt, és minden olyan illatot megvásároltam magamnak, ami egy picit is tetszett, és egy picit is jó illata volt, szó szerint, komolyan mondom, magamra fújtam, tetszett, megvettem. És nem gondoltam abba bele, hogy van otthon már 15 darab, és azokat mondjuk el kéne előtte használni, mert a parfümök is meg tudnak romlani, és ebben nem gondoltam bele, és halmoztam fel a parfümöket, és most eljutottam arra az érettségi szintre, hogy inkább van egy-két olyan parfüm, amit sokkal szívesebben fújok magamra, meg sokkal inkább magaménak érzem, és az elmúlt szerintem egy évben, vagy fél évben, de megkockáztatom azt, hogy egy évben nem vettem egy parfümöt sem, amit esetlegesen vettem, mondjuk ilyen Avon parfümöket, azokat pedig eladtam, vagy elajándékoztam, mert tudtam, hogy nem lesz rá szükségem, ha nem tetszik, és nem szívesen nyúlok feléjük, akkor felesleges, hogy a kollekcióban benne vannak. De a lényeg, hogy jelenleg olyan 8-9 parfümöm van, és folyamatosan használgatom el őket, például most is van kettő, ami már nagyon a végét járja, és nem feltétlenül fogom őket újra venni. A kettő, amit viszont örökké újra fogok venni, mert nagyon-nagyon magaménak érzem ezt a két illatot, az egyik, ami inkább egy picit ősziesebb, téliesebb illat, de én ugyanúgy magamra fújom nyáron is, hogyha úgy van, mert mértékkel, de azért lehet melegebb időben is használni. Ez a Bulgarinak a Jasmin Noir illata, és tényleg, aki engem ismer személyesen, az tudja, hogy ez imádom. Gábor is imádja rajtam, szóval általában szeretek olyan parfümöket is használni, ami a páromnak is bejön, nem csak nekem, mert igazából oké, hogy nekem tetszik, de azért jó lenne, hogyha a párom is szeretné rajtam, és ne az lenne, hogy jaj, majdnem, mert nem szeretem ezt az illatot, meg mondjuk hány ingert kapok tőle, vagy fejfájást, mert egyébként nekem is van, ami ő használ parfümöt, és egyszerűen valamiért nem tetszik az illata, és megfájdul tőle a fejem, de szerencsére ezt nagyon-nagyon szereti rajtam. Nagyon erős, szóval ahogy említettem, inkább mondjuk ilyen őszre, télre való illat, és nagyon karakteres, nagyon nőies, szóval én ezt egy 10 pitty-putyéves kislányon nem tudom elképzelni, egyáltalán nem tudom elképzelni. Eszméletlenül tartós, magamra fújok 2-3-at és a nap végéig érződik, a hajam befogja a párnát, a párnámnak is olyan illata lesz, úgyhogy még fürdés után is érzem a bőrömön, a ruháimon, meg pláne. Nagy-nagy kedvenc, és ha elfogy, 1 000 000%, hogy újra fogom venni, egyébként ez egy 100 millis, és itt van jelenleg, szóval bőven a felét már elhasználtam. Egyébként nem olyan eszméletlenül drága, mondjuk Douglasban igen, de például webshopokban most majdnem csúnyát mondtam, de szinte utánunk vágják, annyira olcsón be lehet szerezni, mondjuk a tester verziót, hogyha magunknak vásároljuk. Azt hiszem ez is egy tester, és ilyen 12-3000 forintért be lehet szerezni. Nagyon sokáig elég tartós, az egyik kedvenc illatom. A másik, ami hát nem tudom eldönteni, hogy az a kedvenc, vagy ez a kedvenc, inkább azt mondom, hogy egy szinten állnak. Ez a Dolce & Gabbana-nak a The One illata. És én próbálkoztam már más The One illatokkal, mondjuk Rose The One. Nem igazán jöttek be. Sokkal jobban szeretem ezt az originál The One verziót. Számomra ez a parfüm testesíti meg a leginkább a számomra ilyen, nem tudom, ilyen nő típust, aki szeretnék lenni, és akivé szeretnék válni. Ez az üzletasszony, ez a nagyon magabiztos, de közben kedvességet sugároz, szóval így szerintem ez a parfüm, hogyha magamra fújom, akkor ezt közvetítem így az emberek felé, persze ez hülyeség, mármint hogy ezt most én találtam ki a fejembe, hogy én ezt érzem, mikor ezt hordom, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez így lenne. Én így tudnám definiálni ezt az illatot.
édesebb, sokkal-sokkal édesebb, mint a bulgari. Ugyanolyan tartós egyébként, és ez már szinte minden évszaknak megfelelő, szóval télen is, nyáron is. Nyáron mondjuk egy 40 fokba talán nem tudom, hogy magamra fújnám el, legalábbis egy pici irodába nem. Mert szerintem oda nem helytálló ez az ilyen erős illatok, főleg nyáron. Oda inkább egy ilyen frissebb illatot választanék, de amilyen kedvem van egyébként, ezek is nagyon kedvfüggőek, de ezeket fújom a legtöbbször magamra. És hogyha ennyit fogok beszélni, mint erről a két termékről, hogy már kb. 10 percet elmagyaráztam, akkor ez a videó örökké fog tartani. Nos, aztán legyen egy random, az pedig a Baleának a szőkítőkréme, ami furán fog hangzani, de elmondom a történetet, elmondok mindent, amit tudni kell a termékekről. Szóval, én alapvetően eléggé sötét hajú lány vagyok. Anyukának is fekete haja van, mondjuk nekem nem fekete, nekem inkább ilyen sötét szőkés, középbarnás típus. Viszont engem például nagyon-nagyon zavar a pajeszom, amit tavaly nyáron kezdtem el szőkíteni, mert annyira elvette a magabiztosságomból, hogy úgy voltam vele, hogy muszáj kezdenem vele valamit, hogy ez ne látszódjon, és semmiképpen sem szerettem volna borotválni. Isten ments, kizár dolog. Aztán gyantázni egy időben szerettem volna, hogy mondom, na jó, akkor megpróbáljuk, de aztán utána olvastam, néztem volna a videókat is, és akkor az egész, körülbelül az egész arcomat le kellett volna gyantázni, mert az hogy néz ki, hogy körülbelül itt sima, mint a baba popsi, itt meg ilyen kis pihék vannak. És ekkor döntöttem el, hogy nem lesz gyanta, nem lesz borotva, nem lesz epilálás, nem lesz semmilyen, ami kiszedni a szőrt, vagy eltávolítaná, hanem a színét szeretném megváltoztatni. És legelőször ezt a Baleána, a szőkítőt próbáltam ki, ugyanis nem mertem én így fodrászfelékesben megvenni külön a szőkítőport, meg a krémet, meg a hidrogénperoxidot, meg a mit tudom én micsoda, hanem szerettem volna megnézni, hogy egy ilyen kis egyszerű szett mire képes. És igazából azt kell mondanom, hogy nem a legesleges legjobb, szóval ha valakinek extrém sötét, fekete szőrszálai vannak, nem csak itt, hanem lehet mondjuk az ajkak fölött, vagy bárhol máson a testrészem, vagy testem, mert mondjuk én a hasamnál is szoktam a szőrt szőkíteni, néha napján mondjuk. A lényeg, hogy nem varázsol olyan extrém világos, ilyen albinó fehér, szinte már albinó fehér szőrszálakat, viszont én látom, hogy világosítja, és nem szeretnék ennél világosabbat, mert az már picit természetellenes lenne. Viszont ez tényleg egy olyan termék, ami nélkül nem tudnék létezni, mert akkor egyszerűen elvenne a magabiztosságomból a tény, hogy nekem ott egy viszonylag ekkora részen sötét szőr, ilyen pajesz, még pihének mondanám, de én azért látom magamon, és nem jó, ha ott van, engem nagyon-nagyon tud zavarni. Nagyon-nagyon egyszerű a használata egyébként, gondoltam, hogy csinálok róla külön videót, majd írjátok meg, hogyha szeretnétek, de tényleg olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Van benne két krém, mind a kettőből ugyanolyan arányban kell beletenni ebbe a kis műanyagba, adnak hozzá spatulát, meg ezt a kis tányért, vagy tálat, vagy kis valamit. Összekevered, fölviszed, körülbelül 10 percig rajta hagyod. Igazából azt írja, hogy maximum 7 perc, de én 10 percet szoktam rajta hagyni, és utána letörlöd, egy picit lehet, hogy kifehéríti a bőrt mondjuk itt az érintett területen, de utána az eltűnik körülbelül 5 percen belül. Úgyhogy én szeretem, lehet, hogy újra is fogom vásárolni, mert még mindig nem érzem magam teljesen késznek annak, hogy én keverjem ki ezeket a szőkítő porokat, és külön vegyek meg mindent, minden összetevőt. Úgyhogy szerintem akik így szintén félnek, mint én, azoknak ez nagyon-nagyon jó lehet. Aztán szintén egy random dolog, és utána már csak sminkek lesznek és arcápolás. A következő, ami nélkül 1 000 000%, hogy nem tudnék élni, és nem is szeretnék, és nem is fogok, azok az illatgyertyák, és most idehoztam egy Ervik illatgyertyát. De egyébként imádok illatgyertyákkal kísérletezgetni. Legtöbbször befürdök, mert nem azt nyújtják, amit én elvárok, és hiába veszek egy drágább illatgyertyát, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az majd a legjobb lesz. A kedvencek a tártok,
meg az ilyen kis viaszpasztillák, azokból most nem hoztam ide, mert egy vagy kettőben azok is föl vannak bontva, úgyhogy be kell lassan táraznom belőlük. Viszont a gyertyákat is nagyon szerettem, az ilyen kifejezett üveges gyertyákat is, ezt is nagyon szerettem, ezt az erviket, ezt még tavaly nyáron vettem, ilyen irdatlan nagy leárazásokkor, 400 forint volt ez. És nagyon-nagyon jó, mondjuk egy ilyen, hát a nappalink 30 négyzetméter, a nappalinkat szinte az illatával beteríti, nagyon-nagyon jó. A kedvencem nekem a körtéspítés, de ez is nagyon-nagyon jó, ez a narancsos, fahéjas, mi ennek a kifejezett neve? Nem írja, mindegy, ez ilyen narancsos, fahéjas. Nagyon-nagyon fincsi. Átérhetünk a sminkekre, és a végére hagyom az arcápolást. Nem lesz külön testápolás, meg hajápolás, meg ilyenek, mert abból nincsenek ilyen dolgok, amik nélkül mondjuk nem tudnék élni. Mert mondjuk száraz sampon nélkül nem tudok élni, de az most pont nincs itthon, és most is inkább kintőporral mentem át a hajamon, hogy egy picit frissebbnek tűnjön. De azt még mondjuk ide vehetnénk, a száraz sampont. De az sem feltétlenül olyan, hogy nem tudnék nélkül élni, mert mint mondtam, a hintőpor is teljes mértékben nyújtja azt a végeredményt, mint egy 1200 forintos batis száraz sampon, viszont mindenképpen veszek majd, már sokkal egyszerűbb megcsinálni az embernek a haját reggelente. Szóval átérhetünk a sminkekre, a legelső dolog, ami eszembe jutott, aminélkül nem tudnék élni, azok a sminkszivacsok, és igen, megint állandóan ilyen koszos sminkszivacsokat mutatok, de általában ezzel szoktam sminkelni, és mielőtt ideülök a kamera elé, ezeket szoktam használni, és akkor még mossam ki, meg blablabla, bla, bla, hát szerintem el tudjátok ezt nekem nézni. Szóval én unblock a sminkszivacsok. Én általában a sminkszivacsok nélkül nem tudok élni, mert én már egyáltalán nem is használok ecsetet. Valahogy sokkal egyszerűbb szerintem, nagyon-nagyon sokkal egyszerűbb az, hogyha az ember fog egy ilyen kis sminkszivacsot, jelen esetben ez a Kapnak a sminkszivacsa, kell a Puder sminkszivacs, és igazából másodperceken belül felviszi az alapozót, felviszi a korrektort, zseniális, szóval nekem leverte a porondról minden ecsetemet, és legalábbis ilyen alapozáshoz szükséges ecsetemet, mert csak ezek után nyúlok minden egyes nap. Vagyis amikor sminkelek. A következő sminkeléssel kapcsolatos termék a MAC-nek a Fix Plus nevezetű spréje, ami nem kifejezett sminkfixáló, nagyon sokan így hívják, és egyébként mondhatnám én is, hogy az, mert én is a sminkfixálására használom, vagyis nem a fixálására használom, hanem a smink elkészítése után használom, hogy így egységesítse az egész sminkemet, ne legyen nagyon púderes, ne legyen nagyon poros, hanem így igazából mossa össze jó értelemben az arcomon található sminket. Használom még smink alá is, ugyanis ez egy vitaminos permet, nagyon jól hidratálja, bár úgy különösebben nem vettem észre, hogy ez hozzáadott volna-e a bőröm hidratáltságához, de elvileg hidratál. Ha mondjuk ti csak egy hidratálót kentek fel a napi rutinotok részeként, akkor lehet, hogy vesztek észre vele plusz hidratáltságot. Én használok meg annyi terméket reggelente, majd lesz még ezután egy termékről szó, ami világmegváltó hidratáltság szempontjából, vagyis kettő is lesz, hülyeségeket beszélek itt. A MAC Fix Plus mindenképpen újra fogom venni, arra is nagyon szuper, hogy mondjuk egy kevésbé pigmentált, vagy nagyon porolós szemhéjfestéket felvigyünk vele, befújjuk az ecsetünket, utána mátjuk bele a szemhéjfestékbe az ecsetet, és sokkal intenzívben, tartósabban, szebben felviszi a szemhéjfestéket a szemhéjra. Úgyhogy ez egy Jolly Joker termék, mint mondtam, univerzális, mert több funkcióra is lehet használni. Nagyon-nagyon jó. És ahogy láthatjátok, én minden nap használom. Szó szerint minden nap, és megvan már szerintem egy... Hát... Még karácsony előtt vettem ilyen November tájt szerintem. De nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg, hogy minden nap használom, és mégis ennyi fogyott belőle. Mert 2-3 fújás az arcra elég, egy-egy fújás elég az ecsetre, amikor mondjuk, mit tudom én, szemhéjfestéket akarjuk felvinni. Úgyhogy ez... Tényleg nagyon jó. Aztán már csak kettő sminktermékem maradt, amiről beszélni fogok. Az egyik egy rúzs. És
eddig nem tartós. Hát elgondolkoztam, mikor ezt a videót elkezdtem így összerakni és összeírogatni a termékeket, hogy mit, mi fog belekerülni, hogy van-e nekem bármiféle aljakra való termékem, ami nélkül nem tudnék élni, és ami tényleg nélkülözhetetlen lenne, és gondolkoztam, és rájöttem, hogy van egy rúzs, egy márka és egy árnyalat, ami nélkül nem tudok élni. És lehet, hogy nem találjátok ki, mert mostanában nem esik túl sok szó róla, de nekem ez az örök kedvenc, nem tudok nélküle élni kategória. És amiről itt áradozom, az a MAC-nek a szatén finisű rúzsai közül a Twig árnyalat. Ez egy bordós, picit barnás, májvás, számomra én egy picit nude kategóriaként tudnám megemlíteni. Egyszerűen ez a szín, imádom minden, nagyon nem minden sminkhez, de legtöbb sminkhez. Nagyon jól tud mutatni, gyönyörű az ajkakon, tartós. A kedvenc, tehát így ámlok mondanám, hogy a kedvenc rúzsom, a kedvenc szín, mert ebben érzem a legkomfortosabban magamat. Nem hoztam ide egy piros színt, mert igazából szeretem azt is, meg ezt a piros ajakszínt is szeretem, de legtöbbször mondjuk ezután nyúlok, és ez az, ami hogyha hiányozna a kollekciómból, akkor azt igenis megérezném. Az utolsó sminktermék egy paletta, és én emlékszem, hogy amikor csináltam erről egy véleményezős videót, akkor valahogy nem az első hetekben mondjuk nem alakult ki egy ilyen kapcsolatom ezzel a palettával. Jónak tituláltam, és úgy éreztem, hogy ez egy jó paletta, és megérte az árát, viszont nem gondoltam abban a pillanatban, hogy ennyire hozzám fog nőni, és ennyire egy univerzális paletta lesz. Ez az Urban Decay-nek a Naked Ultimate Basics palettája. Ez a paletta csak is kizárólag matt színeket tartalmaz, és szintén Jolly Joker, nagyon-nagyon szeretem. Nincs olyan nap, hogy ne használjam. Szóval, hogyha fényes szín kerül fel a szemhéjamra, a mozgó szemhéjra, akkor is mélyíteni, satírozni, szinte ez a paletta, ami után nyúlok. El lehet készíteni vele egy natúrs minket, egy ilyen no make-up make-upot, mert láthatjátok, vannak benne ilyen nagyon világos színek, szinte már ilyen bőrszínek, meg vannak benne sötétebbek, egy estis minket, egy füstös minket, bulis minket, mindent el lehet ezzel a palettával készíteni, úgyhogy minden forintot megér, szerintem jól is lehet őket variálni, szóval variálható a mit tudom én, melyik szín, ez a magnet, ez a szürkés szín, ugyanúgy variálható ez az extra bitter, kicsit melegebb tónusú színnel. Imádok vele kísérletezgetni, és a kedvenc palettám jelenleg. Nem azt mondom, hogy ezentúl csak Urban Decay palettákat fogok vásárolni, mert például tudjátok, a Naked 2 nekem annyira nem vált be, ezért picit fenntartásaim vannak a márkának egyes termékeivel kapcsolatban. Ezzel mondjuk jól jártam, de a Naked 2-vel nem, és a mai napig az egy tüske bennem, hogy kiadtam érte annyi pénzt, és mégsem vált mondjuk kedvencemmé, mint ahogy én azt előzetesen gondoltam. Aztán 4 arcápolási termék került ide, és utána végeztünk. Ne haragudjatok, hogy ilyen sokáig, vagy sokat beszéltem, és sokáig is beszéltem. Kezdeném a maszkkal, és az arcmaszkkal, ami nélkül nem tudok élni, nem akarok élni, és egyszerűen nem fogok ezentúl más maszkot vásárolni, mert nekem ez a legjobban bevált, ez mindent rendbe tesz az arcomon, minden szempontból a tökéletes arcpakolás számomra. Ez a Lush-nak a Mask of Magnanimity arc és hátpakolása. Én hátamra sosem használtam, mert hát hogy kedjem föl. Imádom. Egy az, hogy gyönyörű, élettel teli, friss arcbőrt eredményez. Ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon-nagyon tetszik benne, hogy szó szerint, ahogy egyébként írja is valahol, de most nem keresgélem, azt írja, hogy segít megakadályozni a pattanások kialakulását, és rendszeres használata mellett segít a pattanások kezelésében, meg tényleg, hogy egyszerűen ne jöjjön ki minden második nap egy ilyen kis szörnyeteg. És én ezt abszolút alá tudom támasztani, rengeteg kedvences videóban benne volt. Én úgy érzem, hogy tényleg, hogyha naponta, két naponta használom, csodákat tesz a bőrömmel, kitisztítja a pórusokat, persze nem azonnal, hogy most ott van egy ilyen kis fekete miteszer, és akkor az ott eltűnik, mert nem, hanem inkább azt mondom, hogy tisztábbnak tűnnek, kisebbnek tűnnek, ámlok az egész arcomnak a
az összhatása sokkal szebb, hogyha ezt a maszkot használom. Én azt tudom nektek javasolni, hogyha rászánjátok magatokat, hogy vesztek egy ilyen arcvakolást, akkor ne csak hetente egyszer használjátok, hanem rendszeresen. Azt mondja, hogy egy héten egyszer-kétszer, de nekem úgy vált be a legjobban, hogyha két naponta, vagy akár naponta is használom. És jönnek a melegebb idők, ez a hűsítő, borsmentás érzés a bőrön a legesleges, legkirályabb lesz. Aztán van itt két hidratáltságot biztosító termékem, legalábbis a bőröm hidratáltságának a fenntartására lettek ezek kifejlesztve. Essünk túl ezen, ezt már rengetegszer említettem nektek, a Clinique-nek a Moisture Surge hidratáló arckrémmel az, ami nekem talán a kedvencem, és tényleg mindig újra szeretném venni, mert könnyű hidratáló krém, és gyorsan beszívódik. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. Én most használok egy hidratálót, ezt még nem mondottam föl, használok egy koreai hidratálót, és nekem a napi, a reggeli rutinomban nem fér bele, mert kell neki több perc, akár 10 perc is, hogy teljes mértékben beszáradjon, utána rá tudjak sminkelni, ezzel pedig kb. Fél perc elég, hogy beszívódjon. Vagy nagyon egy perc, de akkor már túloztam. Egyetlen egy negatívum, hogy nincs benne fényvédő, mert mondjuk egy 20-as fényvédőt belerakhattak volna, illetve azt, hogy ilyen belenyúlkálós, és ez nem a legjobb krém szempontjából, viszont én ennél jobb hidratáló krémet nem is kívánhatnék. Aztán a következő egy koreai márka, a Cosrx-nek a csiganyálas eszenciája, amit nem régóta használok, szerintem egy hónapja, de én előre látom, hogy ez évekig szerepelni fog, hanem örökre szerepelni fog a rutinomban. Reggel este használom, este 3 pumpálásnyit, reggel 2 pumpálásnyit, és imádom. Egy picit ilyen ragacsos érzés, mert 96%-ban egyébként csiganyálat tartalmaz, ilyen takony állaga is van, szóval egy ilyen nyálkás kaknyos állaga van, picit undi, de csodákat tesz a bőrre. Szóval én azt is észrevettem, hogy a pirosságot is kezeli, a hidratáló, van, hogy ezután nem is kedek fel hidratáló krémet, mert nincs szükségem rá, annyira érzem, hogy hidratálva van a bőröm, friss a bőröm, és már jöhet rá mondjuk a smink, este is, mondjuk este nem sminkelek, de este is érzem azt a hidratáltságot, és érzem azt a pluszt, amit ad a bőrömnek, úgyhogy látjátok, hogy alig használtam belőle, mert hogy nem azt, hogy alig használtam belőle, mert sokat használtam minden nap, ahogy említettem, és mégiscsak ennyi fogyott el, és ez egy 100 millis kiszerelés, és olyan, nem akarok hazudni, 5-6 ezer forint körül van. Úgyhogy azt nézi az ember, hogy mennyi terméket kap ennyi pénzért, szerintem nagyon-nagyon megéri. És a következő termék, és hát az utolsó termék, nem ennek a márkának, ennek a terméknek a használata számomra elengedhetetlen, és ezek enélkül nem tudnék élni, hanem maga ez a funkció, amit ellát egy ilyen termék. A fényvédőről van szó, ugyanis amióta tudatosabban ápolom a bőrömet, és amióta hámlasztok, és tényleg így kicsit jártasabb vagyok a témában, azóta nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetek a fényvédelemre, ugyanis a nap felelős az esetek, nem tudom, 80%-ában a bőrüregedésért, és ha ezt meg szeretnénk előzni, meg szeretnénk előzni a napfoltokat, meg a hegeket, meg a májfoltokat, meg a mit tudom én micsodákat, akkor igenis fényvédőt kell használni. Nekem most ez az OPIO, nem tudom. Nem tudom, hogy ezt hogy kellene ejteni, mindegy, Pure Block Natural Sun Cream 45-ös fényvédőt tartalmaz, szeretem, szóval nem azt mondom, hogy nem szeretem, viszont szeretnék majd mással is kísérletezgetni. Nagyon könnyű állaga van, ha jól tudom, akkor ez kémiai és fizikai fényvédő is egyben. Minden reggel használom, viszonylag sokat felviszek a bőrömre, ledolgozom a nyakamig, és egy picit talán az illata az zavar, mert nagyon-nagyon erős illata van. Egyébként 50 millis és viszonylag olcsó, szóval 2000, nagyon maximum 3000 forint, és egyébként sokkal jobban szeretem, mint a Clinique-nek a City Block fényvédőjét, aminek szintén 40-es fényvédő tartalma van, de a színezet és sokkal nehezebben tudom eldolgozni, bedolgozni a bőrbe, mint ezt. Úgyhogy
nekem ez jobban tetszik. Lehet, hogy újra fogom ezt venni, lehet, hogy mást próbálgatok ki, a lényeg, hogy a fénymérő az elengedhetetlen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. És ennyi lett volna ez a videó, mindent megmutattam, amit szerettem volna nektek, és amik nélkül nem tudok élni szó szerint. Semmiféle túlzást nem használtam ebben a videóban, és semmiféle túlzással nem éltem ebben a videóban, mert ezek a termékek tényleg olyan termékek, amik nagyon közel állnak hozzám, és amik nélkül tényleg megvesznék, és közel állnak a szívemhez, és blablabla, bla, bla, és sorolhatnám még ezt a monológot. Ha tetszett a videóm, nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha lájkolnátok, és ha nem vagytok feliratkozva a csatornámra, akkor mindenképpen tegyétek meg, ugyanis ingyenes, és hát miért ne tennétek meg, hogyha tetszett a videóm, és akkor is tegyétek meg, hogyha szeretnétek a legújabb videókról első kézből értesülni. Ne felejtsétek el, hogy van Instagram és Facebook oldalam is, ezeknek a linkjét megtaláljátok az infoboxban, tudtok ott is követni engem. Legyen csoda, szép napotok, találkozunk a következő videómban is. Sziasztok!